Sziasztok, itt vagyunk ismét az Ariel, azaz a Walt Disney kihívás következő részébe. És ugye innen folytatom szinte már azonnal, úgyhogy nem is tudtam reagálni, hogy esetleg mit írtatok. Jaj, de jó verekedős napunk van. Éhes vagy? Hát tudod, hogy itt a hűtő. Ugye tudod, hogy itt a hűtő. Mit fogsz csinálni? Egy kerti salátát fog készíteni. Nagyon jó. Csinált. Aztán kicsit fotózkodunk, mert mondtam az előző részben elfelejtettem, hogy akarok neki fotót csinálnia. Jaj, valami szórakozás, tévé, olvasás, vagy valamit. Mit is tudnék? Lehet, hogy csak el kell adjam ezeket a dolgokat. Nem tudom, mennyit érnek. De ez elég sokat, úgyhogy bocsi. Eladtam, majd veszek még, ha kell. Egyelőre akkor azt fogom csinálni, hogy veszek neki egy... Húha, nem is tudom, mit vegyek neki. Na, mindjárt megnézzük, mit... festőállványt mondtam, de lehet, hogy az a festőállvány az nem fogja értékelni különösebben, viszont 1000 éve nem jógázott. Senki. És pont ide ebben nem fér be mi. Ide. Kívülre. Na, hát megpróbáljuk egy jóga szőnyeggel, hát hogyha az segítség lesz, az szórakozás lesz neki. Bocsánat, csak éppen tüsszögés volt. Valamiért, én nem tudom, játszás közben mindig elkapott tüsszögés, de figyelj csak, te miért veszed ki? Hát itt van. Köszi. Most meg oda tegyük oda bele. Na. Léci. Bocs, emberek, még ölszik, addig én kifújom az orromat. Remélem nem hallatszott bele. Oké, és akkor utána... Csak simán jogázom. Most kíváncsi vagyok, hogy így kaja után, itt tök jók. Egyébként kaja után a legjobb. Na. Figyó, miért küldtelek ide? Jogázni. Ja, igen, van neki egy ugye, állása. Oké, megy föl a szórakozása. Valami hasznossal tölt legalább az időt, nem mindig, mert unom, hogy mindig tévészetem őket. Jó, még annyit azért megnézek, hogy tudok-e neki esetleg egy festőállványt venni, és azzal egy picit keresünk. Hát a kötészettel azzal szerintem nem sokat, meg egy tinédzser ne kössön szerintem. Inkább zongorázni, de még zongorát sem tudunk venni, meg semmit. 350 szimoleon kell ahhoz, viszont egy ilyet tudunk venni, egy fényképezőgépet. Ami tök királyság, mert akkor betesszük az eszköztárba, és akkor majd szépen. Na, egész ügyesen csinálja. Na, tedd el. Aztán... Hát... Azt nem mondod? Na, várjál, akkor tudod mit? Akkor mi lenne, ha fotóznál is közben? Csinálj fotót! Gyere! Úgy is kell a háztartásba is. Jó kis fotókat. Na, mind nézzük. Ajaj. Aha. Na, az jó lesz. Hát nem mondanám, hogy ezzel csinálnám a háztartást, vagy ez... Nem tudom, milyenek lettek. Azt mondja, hogy ez rossz minőségű, akkor ezt eladjuk. Átlagos, átlagos, rossz. Rosszokat eladjuk. Ez is rossz lett, de legalább, hát nem sok szimolaunt kapsz érte, az tuti. Jó, hát ennyi nem kell, ezt 9 egyet eladunk. Jó, hova menjünk még, hogy jó fotókat csináljál? Várjál csak, gyere ide! Gyere ide!
és tudsz homokvárat építeni. Hogy na hát, hogy ez milyen jó ötlet. Ez nagyon jó szórakozásnak. Csak először ezt így kiásod. És itt vannak is. Tomcsi, az eső miért esik mindig? Nem veszem majd egy kicsit. Kis homokvárat is építesz, meg minden mást. Az meg kell nekünk. Csinálj jó kis homokvárat. Közben leellenőriztem, hogy megy a felvétel, meg mondtam nektek, hogy oh, hello, Szercsó. Mutatkozzunk be csak Szercsónak. Ő nem is egy csúnya szim. Lehet, hogy meleg a srác, nem tudom, csak... Ó, gyere csak. Valami Snow Festival lesz, ahova most elmegyünk. Bocsi, Szercsó, de Szercsó, te jöhetnél te is velünk, de mindegy. Lehet eljön az anyukáját, hogy egy kicsit találkozzanak. Na, most bánom, hogy eladtam a sírlécemet. Gyertek ide be. Gyere, vagy ide, gyere ide be velem. Ez a Snow Festival. Látok, milyen szétnézek. Nem, itt van szerintem a Snow Festival. Úgyhogy lehet, hogy ide kéne jönni, de nem fogunk, mert mindegyik fázik, éhes, minden baja van. Úgyhogy nem is tudom, hogy itten tudunk-e kaját csinálni. Aha, talált egy gépet. Szuper, na, akkor vegyél valamit, mit leszel? Hát az meg mi? Ugye ez kaja? Mondd azt, Léci, hogy kaja. Mondd azt, kérlek. Protein. Wow. Oké, edd meg. És akkor utána jöhettek ide egy kicsit relaxálni. Megetted? Ne! Na. Oh, és ez vegetarián is biztos. Na, akkor utána megeszed, mindegy. Beszélj. Ó, valaki itten pont felnőtt vagy, nem tudom, de valami történt. Valahol. Ó, de jó. Jaj, de jó itten, nagyon tetszik. Anyuka meg lánya. Spának, spáznak, vagy hogy mondják. Jaj, de jó. Na, erről majd csinálok egy fotót. Nem is tudom, talán így. Közben elnyomtam egy gombot, úgyhogy ezért lesz itt majd egy vágás. Na, szóval az jutott eszembe, hogy itt aztán lehetne fotó. Jó, hogy mennie kell dolgozni. El kell mennie dolgozni. De akkor mi lenne, ha most kivételesen... Csak kéne mennie. De mindig ilyenkor kell menni, amikor itt vagyunk. Komolyan, amikor spa. És tök jó volt, pedig tök ellazult. Na mindegy. Hát a munka, az munka kell a pénz. Ha meg is jött a munkából, jó, koszosan. Már nem tudom, mitől lett. Zuhanyozzál le. És még mindig a szórakozása az a béka feneke alatt 600 méterrel van. Ahogy szoktam mondani, úgyhogy valamit nagyon gyorsan kell itt eszközöljek, valami... Jaj, nem tudom. Mit kellene? Bicikli. A biciklizés szórakozás? Vagy pedig snowboardozzon. Vegyünk egy snowboardot. Most tudom, hogy jó, én rózsaszínt szeretnék. Hogy ő Ariel, tehát tudom, hogy ő a pont az ellentétje, tehát ő nem... De mivel ez bejött, ez a kiegészítő.
ezért most elmegyünk szórakozni, úgyhogy most még az alvást is háttérbe szorítjuk. Ezer bocsi emberek, de visszavegyünk szintén. Jó? És akkor most gyere. Tudom, de most utazunk. És most egyet szétnézünk ott, mi újság van. Mindenképpen szeretnék neki majd valami párt találni. De elsődlegesen tinédzserkorban azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges célunk. De most elmegyünk az új világba, és ott tudunk bérelni. De lehet, nincs annyi pénzünk, vagy van. Mindegy, beenged. Na, ide jött, és itt elkezdett építeni. Én közben elmentem a géptől, és az idő alatt ő ide jött. Hát igen, nagyon álmos. Na, miért is jöttünk ide? Nem ezért jöttünk ide, hanem azért jöttünk ide. Gyere csak ide. Azt mondja, hogy... Most tudom, akartál volna valamit venni, de most menjél és egy kicsit szórakozzál. Mondom én neki, amikor. De milyen jól néz ki egyébként, tök jól áll neki ez a rózsaszín attól függetlenül, hogy nem egy rózsaszínes csaj. Hopika. Na gyere. És siet. Ja, lehet, hogy én nem ezt akartam, de mindegy. Hát jól van. Ez is jó volt, akkor itt van. Akkor gyere snowboardozni. Gyere vissza. Aztán ez szóra. És a szórakozáson nem megy föl. Hát én rögvest. Tehát ez neked nem szórakozás, kedves Ariel. Hát ezért költöttem én rád a pénzt. Hát azt mondd meg nekem. Ha? Aztán nézzük, hogy mit látsz te. Menjél. Igen. Álmos szegény. Hát jó. Ja. Tudom, tudom. Most hol? Hova megy? Hát, ennyi. Jó. Próbálhatok ilyeneket kedvezni, kedves Ariel, hogy elhozlak ide a síparadicsomba, és akkor szórakozzál. Szórakozol, de a felét nem szórakozol. Csak elesel. Ott van valami kaja. Ó, pont nem láttam. Jó van. Gyere, útja. Akkor tudod mit? Akkor az lesz, hogy eladom ezt a... Ja, a vécére kell menni, jó. Eladom ezt a... És akkor ennek az árából megveszünk neked valami számítógépet, vagy tévét, vagy valamit. Valamit veszünk, mert úgy látom, hogy csak ezek érnek valamit. Bár lehet a számítógépet, azt nem tudjuk megvenni, de mindjárt megnézem, hogy egy magnó ilyet már tudunk venni, de ez annyira nem viszi fel. Tévét, egy pici tévét tudunk venni. Aha. Egy kis tévét tudnánk venni. És számítógépet, hát azt meg végképp nem tudunk venni. Hát azok nagyon drágák. És ez is... Na, de azt most eladom, akkor... Ez nem olcsóbb egy ilyen... Egy bookshelf. Teljesen jó. Kéne valami. Ez 240, ez 2, ez 140, ezek még kevesebbek.
És konkrétan 80. Csak innen egy kis asztal kéne neki, nem? Hm? 110 az asztal, 140, 45, 45. Nem tudom, az olvasással mennyire fog. Nagyon feszült. Ezzel mondom, nagyon sürgősen kell neki valamit olvasnivalót találnia, úgyhogy gyere, próbáld meg, megpróbáljuk, aztán meglátom, hogy ez hogy fog működni. Bízom benne, hogy ez nagyon be fog jönni. Lehet, hogy valakit át kéne hívni. Oké. Most nagyon fáradt. De az jutott eszembe, hogy lehet valakit át kellene hívni, és akkor kint építeni hóembert, szórakozni egymással. Ó, milyen. Nem viszem már el, mert nem érsz semmit. Meg amúgy is ez gyerekeknek való, ez nem kell. Jó, gyere egyél. De az a baj, hogyha elviszlek bárhova, vegyél maradékot. Ú, de jó, van maradék, nagyon jó. És mi lenne, hogyha áthívnád valamelyik barátos nődet mondjuk, vagy... Hol van? Szercsó. Hívjuk már át Szercsót, milyen... Úgy tudom, hogy nincs este. És te... Megetted, jó. Ó, Szercsó mindjárt itt lesz. Wow, figyelj csak, kedves Ariel, neked, amint látom, van itt egy ilyenet. Tudsz venni egy ilyet. És ezt meg is fogod inni, konkrétan most, azonnal. Itt meg. Így add meg fele. Megvárom, míg megiszod addig. Oké. Menj ide. Na, végre. Hát, panaszkodhatsz a gondokról, de mi lenne, hogyha vele építenél egy tök... Ah, tudod mit? Gyere. És itt Szergyóval egy kicsit hógolyózzatok. Ez konkrétan szerintem jó lesz. És nem. Kocsán egy angyalt. Aztán még egyszer, hát, hogyha tud jönni. Akkor azt az eltüntetem onnan. Hát ez se vitte fel. Na jó. Beszélgessé. Úgy látom, hogy Sergio nem akar veled játszani. Gyere. Mindenről. Ja, meg ő felnőttővel nem is tudunk egyébként. Nem baj, beszélgetni tudunk vele. Ez voltak az őrült szemek, gondolom. A beszélgetést ezt feljebb tudjuk vinni, meg... nem csíntevés, hanem vicces akarunk lenni, úgyhogy ezt ki is x-elem innen, mert nem akarunk rosszat róla, vagy vele. Utánozza a nem menő felnőtteket. Na jó, egy kis rosszaság még belefér. Ja, ez. Na, hívd a felhőket, nézegetni. A szórakozás, igaz? Oké, ez szórakozás. Jó, egy óra múlva mennie kell. Nem baj, addig hadd beszélgessen, majd utána mehetsz. Fú, a szórakozás az rettentő ellent volt. Úgyhogy lehet, hogy egy tévét be kell szereznünk neki, mert ez az olvasással nem igazán megynek a dolgok. Nagyon lassan megy fel az olvasással. Úgyhogy lehet, hogy ezt meghagyom neki, hogyha esetleg ugye tudjunk venni ezt-azt.
és el is ment dolgozni. Csá, miért jöttél? Jókor jöttél. Clark Herceg a tesója. Hát most tesóval nem beszélünk, mert nem, hát ott dolgozunk. Persze, hegedűjél itt. Tényleg lehet el kéne menni. Aj, annyi mindent kéne csinálni, hogy én nem is tudom, hogy mit csináljunk egyébként. Rendet lakok mindenképpen. Addig. Na, hát kemény 160 szimalon keresett. És még mindig a szórakozását, úgyhogy vennünk kell neki egy tévét. Nincs mese. Számítógépre nincsen sajnos pénzünk. De egy ilyen pici tévét tudunk neki venni. Mondjuk legyen most egy kicsit kék. És tudod mit? Mi lenne, ha ide raknánk, de ezt elvennünk. Ezt csak eladom, mert... ide. Ide tesszük, és akkor itten tudod nézni. Így is 140 szimolonja maradt, ami nem valami sok, tényleg. Hú, atyám, gyere gyorsan be! Gyere, nézed a tévét, gyere gyorsan, gyere gyorsan! És tök jó lenne egyébként ezt is bekapcsolni. Ez most megy? Igen. Jó. Nagyon jó. Ez azért ez viszi. Ez azért viszi. Úgy láttam, hogy akkor a Sims-be inkább ezek a menők. Na, örülök neki, hogy valamivel már föl tudom vinni. Vegyen egy forró gőzös zuhanyt. Jó, melegedjen át. Aztán meg... gyere, egyél egy gyors ételt. Hát ugye ezzel is el leszünk egy darabig, gyűjteni kell a pénzt mindenképpen, és addig nem tudjuk megvásárolni, de mindjárt meg is nézem egyébként, hogyha el akarom költöztetni, akkor konkrétan mennyi kell, mennyit kell még gyűjteni. Addig kénytelen lesz ellenni ezzel a magyaróvajas szendvicssel. Na szóval, azt mondja, hogy mi Szulamiba akarunk költözni. Ami itt van, és de nem azt kérdeztem, hogy nem engedheted meg. Igen, ez 17, ez meg 16, 16.100, és hogyha eladok mindent, akkor is, és mondjuk nem, ez bútorozatlanul veszem, még akkor is legalább 4500 szimoleon kell, de ha bútorozottan veszem, akkor egy tízes mondjuk, hogy legyen, maradjon is pénze. Még akkor még 10.000, vagy amit mondtam nektek, pótrodatlan, vagy 5.000. Tehát ez a fix. Igen, és akkor ide tudunk költözni. Ahogy ide költöztettem őt egyszer. Igen, ez már nagyon drága. Oda nem tudunk menni. Itt meg 20. Itt, igen, itt sok, sok. Gondoltam, hogy ez a több, ezek meg már ugye nagyon sokkal-sokkal több. Ezt meg valamiért nem. Oké. Okay. Most akkor mennyit is keresünk? A munkánkkal. 40. Óránként 40 szimolont. Igen, akkor... nyert itt azért szétnézek. Gyere, ás ki! Most egy kicsit lehet, hogy éppen horgászni most nem fog tudni, mit még gyors körbenézek, aztán szerintem itten ezt itt is, ez eper. Tehát itt be is fejezem. Nem tudom, hogy itt tudná, nem tud, mert nagyon hideg van. Gondoltam egyébként, hogy itt viszont van valami. Gyere, ezt is ás ki. És szerintem még itt lenni kéne egyébként, itt nem csak egynek. Aha. Hát. Lehet nagyon fázni is fog. Ó, itt még van valami. Gyere, ez nem. De. De, gyere csak ide. Gyere ide. De szerintem ugyanott a lakásánál. Ja, akkor az jó, mert akkor ide visszajössz, és akkor
Beszélgetni is kéne. Ó, atyám, gyere! Használd! Persze, én nem tudom, mit a lapát, vagy a havat lapát toljátok mindig. Jó, aztán lefekszel aludni szerintem, mert iskola gondolom még az nem. Jaj, ne. Jaj, ne, iskolába kell mennie. Ja, egyébként meg igen, biztos, hogy szörnyű volt a... Ó, és megcsináltuk a házit, csak a szorgalmit nem szerintem. Jó, akkor megvárom, még hazajön. Azt mondja, kerekítsünk, dolgozzunk keményebben a susárt. Vár, nagyon fáradt lesz, amikor hazajön, de majd lefekszik aludni. Legalább ott eszik. Igen, a házi feladatot teljesítettük. Jó, ja, leckék, bocsi. Megjött a... 162 a számlánk. 162. Na jó, akkor lehet ezt a jóga izét eladjuk, nem tudom ez mennyi. Ez 100, úgyhogy akkor oké, okay, már van két, akkor legalább ki tudjuk fizetni a számlánkat. Ami, gyere ide. Mielőtt elfelejtem, gyere ide. Fizess ki a számlákat. Jó, nézzük meg, tudunk-e szavazni valamire. Most sem, jelenleg semmire nem tudunk szavazni, nem tudom mi ez a... Jó. Jó, akkor gyere aludni. És akkor én meg ittem be is fogom fejezni. Jó, akkor ezt a részt fogom abba hagyni. Hát, ugye még azt nem tudtunk elköltözni, de majd elköltözünk, különben Hygiene Fesztivál van. Majd el fogunk költözni, de ugye, amit néztünk, 5000 vagy legalább 10.000 szimoleon kell. Ó, a Free Lab nyert. Szuper. Hát akar jönni, de most ne gyere, mert nagyon fáradt a szívem. Nem tudok rendesen elköszönni, mert mindig bele tumálnak. És még azt meg akartam nézni, mikor kell 13 óra múlva kell menni iskolába, mert még csak hétfő van. Vagyis kedd lesz. Úgyhogy, hát szerintem most egyelőre ennyit, Ariel ennyit, tehát ez a kis házikó van Arielnek. Itt lakik egyelőre Windenburgbe, és akkor majd innen fogom szépen folytatni a következő részt, ami a következő hétvégén lesz. Bár mostanában már lehet, hogy hétköznap is berakok egyet-kettőt, majd meglátom. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!